Tehát ház előtt nyílt meg a Szarvasi Vízi Színház 7. évada. A Csillagok idei musical gálán több mint 50 előadó szórakoztatta a közönséget. A Békés Csaba Jókai Színház színművészei mellett olyan művészek léptek fel a Körös partján, mint Fésűs Nelli, Johanszak Katta, Egyházi Géza, Csengeri Attila vagy Viki Dál Gyula. A nyitószáma nagy sikerű Monte Cristóból csendült fel. Minden szarvasi nyári színházi évad legnagyobb sikere a Monte Cristó grófja. Július 6-án és 7-én kerül ismét a Körös feletti deszkákra. A nézők emellett a nyitó estén számos közkedvelt darabból láthattak részleteket. Ugyanakkor a Szarvasi Vízi Színház nem csupán a közönség körében népszerű. Én nagyon szeretem ezt, mert olyan, mintha egy kicsit kinyílna az ember is. És olyan nagyobbnak érzem magam is, a hangomat is, itt a hangosítás is jóval nagyobb, mint egy színházban. A nyitó gálára Viki Dál Gyula is több dallal érkezett. A Liszt Ferenc díjas énekes elmondta, hogy olyan számokat választott, amelyekkel ki tudja egészíteni a Békés Csabai művészek repertoárját. Hoztam egy saját számunkat lévén, hogy ha jól tudom, ma van a Hősök napja, ezért egy olyan szívünkhöz, magyarságunkhoz közel álló dalt fogok elénekelni, ami azt gondolom, hogy illik, és sőtűntőbb talán kötelező, és nekem ez a lelkemből szól. A 7 évvel ezelőtt elindult kezdeményezés célja az volt, hogy tartalommal töltsék meg a Holdkörös partját. Különlegessége csak így mögén kell nézni, azt gondolom a természeti adottsága a szarvasnak mindig is lenyűgözött korokat is, és azt hiszem majd ma jelent is, ma személyesen is, és nagyon sok tudom, hogy vendég és akár országhatáron túli emberek is szívesen jönnek, ez egy nagyon megnyugtató környezet, és ehhez a Vízi Színház, én azt gondolom, egy igazi kulturális csemegét, élményt ad. Július közepétől egészen augusztus 19-ig várja a Szarvasi Vízi Színház a legkülönfélébb előadásokkal és programokkal az érdeklődőket. Szinte minden műfaj megmutatkozik a nyár folyamán, a prózától, a versesestől, egészen a cirkuszművészetig, a zenés játékokon keresztül. És ami a szlogenünk, hogy itt minden este történik valami. Tehát bármikor eldönti az ember, akár Szarvas környékén, 100 kilométeres körzetben, hogy valamit kéne csinálni, tudjuk, hogy érdemes Szarvasra jönni, hiszen ott valamilyen előadás minden este van. Idén kuriózumként egy bohóc gálát is megrendeznek a Vízi Színházban, ahol nemzetközileg elismert bohócok is fellépnek majd.